Sziasztok! Manapság a legfontosabb teendője az emberiségnek a globális felmelegedés, mérséklése, illetve a klímakatasztrófa elkerülése. Szerencsére az utóbbi időben a média is egyre nagyobb figyelmet fordít ezen kérdésre, és a nagyobb média figyelemmel párhuzamosan megjelentek a klímaharcos celebek, akik közül a legismertebb egyén a Greta Thunberg, a svéd 16 éves lány. Greta hallani olyan rossz májú megjegyzéseket, miszerint az egészet csak azért kezdted el, hogy az édesanyjának a könyvét reklámozd. Te hogy merészesz ilyeneket hazudni róla? Ez teljesen csak a véletlen műve. Te eladod a mi jövőnket és még engem gyanúsítgatsz? Greta, rossz májú emberek azt mondják, hogy ezeket a beszédeket megírják neked, szóval neked fogalma sincsen gyakorlatilag, hogy mit mondasz? Hogy merészesz ilyeneket mondani? Ezek teljesen az én gondolataim. Nem hiszed el, hogy egy ilyen fiatal lány ilyeneket tud mondani? Hogy merészeled? Greta, biztos vagy benne, hogy a klímaváltozás elleni harc legjobb eszköze a te agresszív beszéded, a te agresszív megnyilvánulásaid? Abszolút nem támadok senkit se, csak a fiatalság gondolatát mondom el. Ráadásul szükségem van arra a béke Nobel-díjra, meg a pénzre, úgyhogy hagyjál békén az ilyen oktalan vádakkal. Ha te is védeni akarod a környezetedet, illetve küzdeni a klímaváltozás ellen, ki tudnátok kapcsolni a mikrofonát? Köszönöm szépen. Szóval azt tudom nektek tanácsolni, hogy ne csak a többi ember szígyjátok, hogy ez milyen hülye, az milyen hülye, hogy szennyezze a környezetet, hanem ti tegyetek érte a saját környezetetekben, tegyetek meg mindent, hogy minimalizáljátok a környezeti terhelést, illetve a ti ökológiai lábnyomotokat is csökkentsétek lehetőleg nullára. Jól olvastam a szövegemet? Igen. Én még annyit változtattam volna rajta. De ne gondolkodjál! Neked annyi a feladatod, hogy a mi iránytő versenyünk szerint tereld a nyájat. Bal oldalon tudtok feliratkozni a csatornámra, illetve jobb oldalon két korábbi videómat tudjátok megnézni.